Tulajdonképpen jazz standardeket játszunk egy kicsit másképp, ahogy szól a mi kis szlogenünk is. Ez azt jelenti, hogy a jazz standardeket megfűzerezzük, mai pop, funky, illetve a jazzy szólós irányba elvisszük. A zenekar nagy része Kodolányi János főiskola művészeti tanszakán végzett idén. Tavaly döntöttük el, hogy véglegesen megalakítjuk ezt a zenekart, a Groovy Tunes. A debütáló koncertünk a Sziget Fesztiválon volt, a jazz színpadon, ami egy nagyon nagy öröm volt a számunkra, hisz azért kevesen mondhatják el, hogy a debütáló koncertjüket egy ekkora millióbe tarthatják meg. Öt főből áll a zenekar, dob, basszusgitár, zongora, szaxofon és ének. És megvan a rajongói köröm. Tök jó. Mit a terveitek? Minden együttesnek a terve egy lemezkiadás, illetve hát, hogy merjünk nagyukat álmodni, a Grammy-díj is akár céljaink közt van, de hát ehhez egy pici apró lépéseket kell megtenni, hisz egy fiatal csapatról van szó, azaz bébi lépéseket kell tennünk a felnőtté válásig.